Míg a diákok inkább az intézmények nyílt napjaira látogatnak el szervezett keretek között, itt a 7-es, 8-os diákok szüleinek szólt a tájékoztató. A Kalocsai Szent István Gimnázium, a Bajai Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna szakgimnáziuma és szakközépiskolája, illetve a Bajai Szakképzési Centrum Dózsa György szakközépiskolája, szakiskolája és kollégiuma mutatkozott be. Balogh Csaba Zoltán ismertette elsőként a felvételi menetét. Az idei tanévben november 10-én egy szombati napon szerveztünk nekik egy ilyen pályaorientációs napot, ahol az iskolánknak a volt tanulóit hívtuk meg, akik jelenleg kalocsai középiskolákba járnak, és ők mutatták be a saját iskoláikat. Most már azt kell, hogy mondanom, hogy ez vegyes, vidékre is jelentkeznek, de még mindig szép számmal maradnak Kalocsán. Ebben az iskolában pályaorientációs szakember is segít a diákoknak. Ez még itt nálunk egy kicsit kiforlatlan, most próbáljuk bevezetni, mindenképpen próbálok a diákoknak segíteni, a szülőknek és a 8-os osztályfőnököknek ebben a továbbtanulási időszakban. Most ez a nap, amin bemutatkoztak a diákok, ez is az iskoláikkal, ez is az én feladatom volt, hogy megszervezzem, de hogyha a jelenlegi tanulóink hozzám fordulnak, akkor segítek nekik mindenképpen. A középfokú iskolák az elmúlt hetekben tették közzé tájékoztatóikat, hogy a 2018-19-es tanévben milyen képzéseket indítanak. A jelentkezőket háromféle szempontrendszer alapján rangsorolhatják. Vagy kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket veszik figyelembe, vagy az általános iskolai jegyeket és a központi írásbeli felvételin szerzett pontszámot, vagy a jegyeket, az írásbeli és a szóbeli felvételi eredményét. A 8-osoknak december 7-ig kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételire.